Az esős idő sem szegte kedvét annak a 600 főnek, akik részesei voltak az idei hagymafesztivál főzőversenyének. Összesen 35 csapat 42 főző kiállással vett részt a megmérettetésen. A hagymaház előtti tér adott otthont az eseménynek, ahol igen finom illatok lengték be a teret. Farkas Éva Erzsébet polgármester ajándékkal érkezett az eseményre, és körbejárta a csapatokat. Mindenhol szívélyes fogadtatás várta, és a jó házigazdákhoz híven finom falatokkal kínálták a városvezetőt, aki megosztotta televíziónkkal érzéseit, gondolatait. És egy nagyon jó hangulatú, nagyon szép találkozásokkal, barátságokkal, kapcsolatokkal fűszerezett napot tölthettünk együtt. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy az idei évben határon túlról is több csapat érkezett most már, Románia, Erdély területéről, illetve Szerbia területéről is érkeztek hozzánk, és ténylegesen egy nagy összmagyar, össznemzeti főzőversenynek lehettünk a szemtanúi. És abban is különleges volt, hogy most már nem csak a pörkölteknek az ízvilágát kóstolhatjuk meg itt a főzőversenyen, hanem többek között különböző húsféléknek a sütésével, illetve különböző főzési lehetőségeivel próbálkoztak itt a versenyzők. A három fő zsűri szintén körbejárta a csapatokat és figyelte a munkafolyamatokat, de nekik a kóstoláskor volt igazán nehéz dolguk. Berki József zsűri elnök kiemelten ejtett szót az idei mezőnyről. Idő fordult el először, hogy nem volt égett kaja, tehát hogy minden étel, mindenki a szinte tökéletesre törekedett, felkészült, és nagyon gratulálok minden csapatnak, mert tényleg azt kell mondjam, hogy ilyen időjárás mellett is óriási helytállást csináltak. Nagyon-nagyon-nagyon meglepődtünk azon, hogy mennyi különleges köret készült a hagymával töltött gombóc, fahéjas porcukorral, attól kezdve a megybefőtbe szurkált lilahagymadarabokig. Tehát, hogy abszolút kimaxolták a versenyzők a hagyma fogalmán. Kaszta Árpád és Szecsei Szilveszter zsűritagok is számos szempont alapján próbálták értékelni az elkészült ételeket. Ami a legfontosabb, amit néztünk, a tálalás. Nem bírtam hangsúlyozni, hogy nem üt anyagtányérba, nem műanyag dolgokkal, meg a követett savanyúságot ne tegyék a főztre. Mert akkor már mit is zsűrizzünk, savanyú levet, ennyi. Volt, aki megértette, volt, aki nem. Nagyon jól éreztem magam a fesztiválon, ebből mind esetélném, hogy miért, azért, mert ezeknek az ízvilágok szinte 10-20 kilométerenként már változnak az embereknél, és akkor mindig bele kell alakulni abba azt, ami a helyi jellegű, azt kell, hogy értékeljük, nem valami mást, amit behozottat kell. És ezzel el lehet mondani, hogy nagyon jó főztek az emberek. Az idei hagymafesztivál főzőverseny zsűriének nem volt könnyű dolga, de hosszas tanakodás után meghozták a döntést. A legfinomabb ételért járó első helyezést a Pakó Team csapata nyerte el. Nagy sikerrel első helyet értünk el, aminek nagyon örülünk, és tavaly is mi vittük el az első helyet. Tavaly egy malaccal, egy sült malaccal, idén pedig májjal indultunk, liba és kacsa májjal. Úgyhogy nagyon nagy az öröm, nem gondoltuk volna, bízva azért bíztunk benne, de hát ez egy kiemelkedő, le a kalappal magunk előtt is, meg hát a zsűri előtt is, hogy ismét minket választott, vagy legalábbis a mi általunk készített mi ízesítésünket. Úgy látszik, a mi szájízünk az megfelel a zsűrinek is. Saját természetésű hagymával dolgoztunk, ami szerintem igen fontos volt a receptúra alapján. Ugye kétféle májat készítettünk, az egyiket ugye egy ilyen fehérboros ágyáson lett igazából nagyon finoman resztelve. Ugye a másik májat, amit ugyanúgy reszteltünk, az viszont egy kicsikét ilyen mustáros, csípősebb alappal próbáltuk kicsit megbolondítani az ízeket. Hát igazából, hogy összeálljon a receptúra, egy jó kis kéthetes kóstolás volt. De ezek szerint úgy néz ki, hogy megérte. Az idei verseny támogatta a Walker Kft. Értékes ajándékokkal, és a felajánlásoknak köszönhetően több külön díj is gazdára lelt.
Csütörtöki híradónkban bővebben is beszámolunk arról, hogy milyen finomságokkal neveztek a csapatok.